mama told me, one day I'ma grow up big and I'ma be a king. And my papa told me, it's okay to sit with shit heads. Don't forget your dreams, cause they'll get you this so-called life. Sziasztok, üdvözöllek benneteket, GTA-zni fogunk, és ebben a videóban a kiuperikus helyszfinálét fogom egyedül megcsinálni hard nehézségi fokozaton, és mindeközben pár tippet, illetve eddigi tapasztalatot szeretnék veletek megosztani. Ez nem tutoriál videó, mert még 100%-ban én se ismerem a legapróbb csinyát, binyát ennek a helysznek, de azért a nagy része most már így megvan. Mondjuk hozzáteszem, hogy egy napja jött ki a helyszt most, ahogy a videót felveszem, hogy ez jó, hogyha ezzel tisztában vagytok. Úgyhogy itt is van nekünk egy fullosan felpepezett hard nehézségi fokozatú helyszt. Mindjárt megmutatom, hogy de láthatjátok már ott a számokat, hogy milyen pénzeket lehet kihozni, és ez talán a legérdekesebb az egészben, de ne rohanjunk ennyire előre. A prepekkel kapcsolatban pár érdekesség ugyebár a helyszthez, ugyebár a prepezést egy kötőjel öt fő tudja egyszerre csinálni, amúgy hozzáteszem, ez az első olyan helyszt, ami egy főre van optimalizálva, tehát tulajdonképpen egyedül a prepeket gond nélkül le lehet pörgetni, az első tulajdonképpen a magán a szigeten való keresgélés az, ami a legtovább tart, de az összes prepet pikpak le lehet pörgetni. Nem hosszúak, gyors küldetések igazából, ezeket mind egyedül érdemes szerintem csinálni, ez max egy olyan másfél óra alatt, hogyha az ember nagyon pörgeti, meg is van, és érdemes közben mozgatni a tengeralattjárót, ugyebár lehet vele fast travel-ölni, azaz gyors utazni. Ez nekem már 2000 dollárba kerül, eleinte 10.000 volt, de valószínűleg azért, mert már egyszer megcsináltam ezt a helyzetet, olcsóbb lett. Úgyhogy 2000 dollárért lehet mozgatni, és pikpak nem kell utazgatni a pályán, ez egy hatalmas előny. Illetve, hogyha vesztek a tengeralattjárótokba rakétát, ilyen távolról irányítható rakétát, ugye ez 4 km-es hatótávval rendelkezik, akkor lesz ugyebár itt két ülőhely, ahonnan lehet egy-egy rakétát irányítani. Ezt főleg az utolsó három opcionális küldetésnél lehet nagyon hasznosan használni, itt is érdemes hozzá a tengeralattjárót mozgatni, és tulajdonképpen el se kell hagynunk a tengeralattjárót, úgy meg lehet csinálni a küldetéseket, és ehhez egy apró tipp, hogyha egyedül vagytok, ha kilőttök egy rakétát, ugyebár onnantól kezdve, hogy ez felrobbant, van egy perces cooldown rajta, akkor fogjátok, felálltok az egyik székből, átültök a másikba, és addig tudtok a másikkal menni, szóval tulajdonképpen folyamatosan tudtok dolgozni, úgymond, mert ugye az utolsó három, ugye hogyha ide megyünk amúgy a planning screenre, ugye ahol a helyszünk is van, ugye a prepeknél ez a disruption, ugye ezek az opcionális részek, ezeket igazából meg lehet csinálni innen a tengeralattjáróból is akár, és ezekre összesen 10 perc van, hogy megcsináljátok, ez idő alatt a tengeralattjáróból teljesíthető, nekem nagyjából ilyen 5 perc volt per küldetés, tehát nem egy nagy vaszizdasz. Gyorsan nézzük is meg, hogy hogyan van nekem előkészítve ez a helyszt, miket választottam. Érkező járműnek a nagy repülőt választottam, ami ezzel a helyszel érkezett. Ez azért jó, mert itt ilyen Halo Jump van, azaz ejtőernyővel konkrétan bárhova érkezhetünk, szinte bárhova a térképen, ugyanis a villa körül van egy légvédelmi terület, oda abban nem szabad beleugrani, de azon kívül tulajdonképpen bárhova érkezhetünk. A többi pedig, mondjuk a Velumot még nem próbáltam, de a többi pedig azért valamilyen szinten helyhez van kötve, vagy a parthoz, vagy valamihez, úgyhogy én talán ezt találom eddig a legjobbnak. Annyi, hogy itt ennek a felprepezéséhez ez két részből áll, például viszont a tengeralattjáró esetében csak egy prep, ugyebár az érkezési jármű. Ennyi plusz munkát igazából bőven megír ez a repülő, hogy bárhova ugorhatunk. Utána equipmentből igazából itt megvan az összes, a plasma cutter, a fingerprint cloner, ezeket igazából meg is kell csinálni, mert szükségünk lesz rá majd bent a villában. Illetve, ugye máshol is, van a weapon loadout, az értelmes loadout szerintem ez. AP pisztoly, illetve a mesterlövész puska, illetve természetesen szupresszor, ugyanis a mai küldetést full stealthben fogjuk megcsinálni, reméljük, hogy sikerülni is fog. Hozzáteszem, egy idő után, tehát hogyha már végeztünk a villában, akkor rájönnek, hogy kiraboltuk, de nem fogják tudni, hogy hol vagyunk, hogyha sikeresen meg tudjuk csinálni, és úgy tudunk menekülni, hogy keresnek, de nem tudják, hogy pontosan hogy vagyunk, úgyhogy nem fognak ránk özölleni a gerillák, meg itt a harcosok. Illetve van itt nekünk, ugye a disruption ebből az összes meg van csinálva, úgyhogy láthatjátok, hogy ezek a könnyítések igazából, hogy gyengített fegyverek lesznek, nem lesz armorjuk, ugyebár ezeknek az őröknek, és nincs air supportjuk, egyedül egy volkür lesz, hogyha fogjuk csinálni. Úgyhogy ez a setupunk, egy kicsit beszéljünk a pénzről, itt egy pár dolgot tisztába tennék. Nekem most a fő cél, tehát a primary target, az egy pink diamond. Ez nem számít bele a táskába, ugyebár ahányan bemegyünk, mindenkinek van egy táskája, és megvan, hogy azt a táskát mennyi értékkel lehet megpakolni, tehát annyi, amit maximum kihozhatunk. Na most, van a pink diamond, az nem számít bele, az 1,4 millió, illetve a secondary target, az összes cucc, amit én felfedeztem a térképen, hozzáteszem, most nincs arany, úgyhogy ezért ilyen alacsony ez a 2,7 millió, amúgy az egész sok.
És hát én készítettem egy ilyen felmérést, konkrétan ezt a helyzetet már jó párszor elindítottam, és megnézegettem, hogy az adott dolgok mit érnek. Most fogtok látni egy táblázatot, ami első körben eléggé érdekes lehet. Itt ugye láthatjátok, most én is puskázok közben, a pénzt, a kokaint, a füvet, az aranyat és a paintinget olyan sorrendben, ahogy megéri ugyebár ezeket kihozni, ugyanis attól függetlenül, hogy mondjuk összeszedtek egy adagot valamiből, az egy adag az egy asztalon lévő adagra vonatkozik, ugye amit lesöpörtök. Na most ezután nem mindegy, hogy mit söpörtök le, mert például ezt a táskát a pénz csak 25%-ig telíti meg, de például egy arany az, hogy is számoltam, nagyjából 77%-ig. Hozzáteszem, hogy ezek az értékek és ezek az összegek, ugye már láthatjátok, hogyha abból az adott dologból, tehát hogy csak pénzből töltjük meg ezt a táskát, akkor nagyjából 350 ezeret hozhatunk ki, hogyha a teljes táska tartalma csak pénz, de ugye láthatjátok a többi értéknél is, hogy ez hogy van. Hogy ezek nagyjából ilyen megközelítő értékek, ilyen plusz-minusz 5-10 ezer dollárok lehetnek, ugyanis például egy teljesen másik helyzetben, ami amúgy nem is hard volt, hanem könnyű, a Medinél megnéztük, és nála picit eltértek ezek az összegek, de csak ilyen 1-2 ezer dollárral, szóval elképzelhető, hogy vannak változások, nincs mindig fix összeg ezekre, mert már most is látszanak a különbségek, úgyhogy nagyjából ilyen árakra lehet számítani, és jelen esetünkben ugyebár van egy negatívum annak, hogy egyedül megyek be, az aranyat és az artworköt, tehát ugyebár a képeket, azokat olyan helyen őrzik, ahová két ember szükséges a bejutáshoz, és mivel én egyedül leszek, én oda nem fogok tudni bemenni, úgyhogy nekem az arany ugye az nem lesz opció, viszont a kokain az igen. És ráadásul van is két hely, van is egy hely konkrétan, ugye láthatjuk a térképen, ott jobb fent, majd bejelölöm nektek, ahol két kokain van egymás mellett, ugyebár én most látom a térképen, hogy mire számíthatok, mit hol fedeztem fel. Két kokainnal meg is fog telni a táskám, és fogok is jönni kifelé. Valahol éjszakon szeretném majd elhagyni ezt az egészet, de szerintem sokat beszéltem, elmondtam nagyjából, hogy mi a helyzet, essünk neki ennek a helysznek, és csapassuk szólóban. Mert is start, itt írja is amúgy mellettem, itt írta, hogy hard mode activated. Oké, egyedül vagyok. Tényleg az az érdekesség, és azért is csinálom ezt most így, mert ez az első olyan helyszt, amit lehet egyedül nyomni, ami azért lesz nagyon jó, mert nagyon sokan játszanak egyedül a játékkal, azoknak ez kifejezetten jó lesz. Hozzáteszem, amúgy nyilvánvalóan megéri ketten is játszani, ez mind attól függ, hogy milyen százalékban oszlik meg a pénz. Tehát ha 50-50-ben osztoztok, akkor amúgy például nem annyira megérős, mint hogyha egyedül nyomod. Ugye egy fő akkor összesen kevesebbet kap a végén. Escape pointnak szerintem, hűha, na most airstrip legyen, mindenféleképpen vagy az airstrip kéne, vagy az a fönti. Szerintem legyen a North Dock, mert ha szerencsém van, azt a két kokaintot fönt ki tudom hozni, de nem vagyok benne biztos, hogy a jobb oldalt ki tudom nyitni. Ugye még egy negatívum annak, hogy egyedül vagyok. Vannak olyan loot helyek, amik ilyen garázsajtósak, és azt valakinek lenyomva kell tartani a gombot, hogy nyitva maradjon, és be tudjon menni a másik. Oda se tudok egyedül bemenni. De azt tudom, hogy például az airstrippen, tehát a reptéren, ott a kokaint, azt garantáltan ki tudom hozni egyedül. Úgyhogy lehet, hogy inkább legyen airstrip. Azt mondom, hogy airstrip, mert szerintem a másik kukósat is el tudom hozni egyedül. Ezt meg kell majd néznünk, hát ezt meglátjuk, hogy hogy sikerül. Na, ez megvan. Oké, nappal fogunk menni, igazából éjszaka kicsit feelingesebb, de a videó szempontjából szerintem érdekesebb, hogyha nappal van. Beppelódeút ki van választva, support crew semmi nincsen most, nem is drágák amúgy. A supply drop az akkor érdemes amúgy, hogyha kinyomjátok ugyebár a rádiótornyot, utána lehet hívni, ebbe a szem minigun van, RPG, és nem jut eszembe a neve, majd ide kiírom, hogy még micsoda, most hirtelen nem jut eszembe, ugye a távoló felrobbantós C4, elfelejtettem hirtelen a nevét. Oké, hát talán jó lesz így az elosztás, ez a 100% ezzel kiegyezek, és gyönyörű vagyok, hát ez valami fantasztikus, nincs valami csicsásabb? Na mindegy, jó lesz ez, tök mindegy igazából, miben megyünk, csapassuk a helyzetet. The K.O. Perico helyzet! Ez a csodás hatalmas géppel érkezünk. És igazából azzal fogunk kezdeni, hogy betörünk a villába. Úgy leszünk a legeffektívebbek itt az elején. Oké. Igen, itt nekünk kis kollega mesél. Ide erre a mezőre fogok majd leugrani, és megyünk is befelé. Azért mit nem mondja, kicsit kezdek izgulni. Meg is érkeztünk, nagyjából itt jók leszünk. Szépen érkezünk lefelé. Okay. Szépen le tudunk szállni, ugye láthatjátok a térképen azt a piros zónát, hoppá, majdnem elestem. Jól kezdődik.
Kicsit izgulok, reméljük, hogy jól fog menni itt ez az egész. Picit nyilván gyakoroltam ezt az egészet, hogy ismerjem, hogy merre járnak az őrök. Azért ez picit utolsóbban menjen. Akkor itt nem megyünk bele annak az őrnek a körébe. Kapásból. Igazából ez az őr itt balra nekünk annyira nem is lesz para. Az első kihívás az, hogy be kell jutnunk. Na most itt a bejutásnál három őr van és egy kamera. Kezdjük azzal, hogy azt az őrt ott mindjárt kicsattintom, csak a kamera ne ránézzen. Utána jön az őr, aki a kamera már nem oda néz. Szavasz, koma. Egy, kettő, és van ott még kettő őr hátul. Ha jön kocsi, azt ki kell szedni ilyenkor, az lehet macera. Ezek vakok, olyan, mint a kaszinóhelyes gyerekek. Szépen ide jövünk, és ezt, hogy ne riasszanak be. Oké. Okay. Itt szépen egyszerre. Nem mondod, hogy meg is van a kód. Nagyon szuper. Itt a külső őröktől kell megszerezni a kódokat ezekhez a lokokhoz itt. Én itt szeretnék most bemenni, úgyhogy ide fogunk elmenni nagyon gyorsan. Amennyi őrt szükséges, csak annyit kilövünk. Megyünk gyors. Csöndbe be tudunk jutni, és ahogyha bent vagyunk, az már checkpoint. Szóval onnantól kezdve jók is vagyunk. Mert hogyha nagy isten bent lebukunk, akkor innen fogjuk tudni újrakezdeni, csak jön egy kocsi. Jó, jön egy autó, ezzel most nem is foglalkozok nagyon. Nagyon gyorsan menjünk és jussunk be. Nem várom meg, hogy az autó észrevegye a hullákat. Nagyon gyorsan jussunk be. Oké, okay, kiválasztom ezt ugye, hogy bejutási pontok, ezt mindig a hossznak kell. És meg is jöttünk. Hello there! Itt látható a karakterem nagyon értelmes feje. Csapja oda neki! Meg lesz az. Ennyi, that's all. Nagyon szuper, bent is vagyunk. Jöhet az AP pisztoly, és én itt balra szoktam elmenni, mert van egy koponyás őr, aki elég veszélyes minigánnal, és így pont az útjába fogok majd belefutni, és így könnyen meg fogom tudni majd ölni a későbbiekben, hamarosan igazából. Itt megyünk szépen, itt kicsit sneakizünk. Mosolj már, koma. Nagyon közel vagyunk hozzá, aztán van, hogy a random észrevesz. Oké, ez megvan. Mindig azokat az őröket kell amúgy főképp leszedni, akik járőröznek, mert ők ugye a hullákat is könnyebben észreveszik. Oké, az ott van. Ott a kulcs, nem baj, most már az is megvan. Illetve legjobban, hogyha, főleg, hogyha egyedül vagyunk, azokra kell vigyázni, akik így ketten vannak, és ilyenkor bele kell abba számolni, vagy hát kell azzal számolni, hogy mellé fogunk lőni. És azt is érdemes nézni, hogy hova fog menni az a lőszer, mert hogyha valamelyik másik őr mellett csattan, akkor azt észre fogja venni. Oké, most az elmeteg jó volt. Oké. Így van. Jó, itt gyorsnak kell lennünk, mert le kell szednünk azt az őrt, aki majd ott jön. Pont jókor érkeztünk. Ő meg is van, ott lesz is majd egy kulcsunk. És mindjárt érkezik a minigános. Ott fog mindjárt kijönni. És fel fog jönni ezen a lépcsőn is. Itt, hogy majd balra fordul, akkor fogjuk majd leszedni. Tehát majd lesz ott hátul balra is egy őr. Aki most érkezett meg, az a fehér pólós. Mert mindenkit a maga idejében lekapunk. Csak tényleg még a csattanó lőszerre is vigyázni kell, mert lebukunk, és nem akarunk lebukni. Illetve a kamerákból sem érdemes túl sokat lelőni, azt hiszem 5 után az is riaszthat. Nem akar meghalni? Oké. Okay. Húha, ez fejesben amúgy meg szokott halni. Most nem igazán akarta megadni magát a koma, úgyhogy hát... Amikor először láttam, hogy még élne, ezt már elkönyveltem bukónak, de még jók vagyunk. Szépen, ráérősen, nem kell izgulni. Hogy felszedjük a kulcsot is, igazából nekünk nagyon nincs rá szükségünk. Megvárom itt a kollégát, hogy jöjjön. Szépen majd kiiktatjuk itt. Hát, legyen AP pisztoly, hogyha mellé lövünk ugye, mint például most, akkor egyből tudunk újra tüzelni. Meg is van, csak a fejes, csak a headi. Mehetünk is. És csak a Silent and Sneaky. Oké. Ott lesz egy dupla őr, hát itt most szépen tisztogatunk egy picit. A látszik is ugye a minimapon, hogy ő fent van, úgyhogy érte fölmegyünk. Szépen felsznikizünk, hogyha már nagyon közel vagyunk hozzájuk, nem baj, nem ránk néznek. Bár tényleg elég vakok, de azért biztos fölösleges zajt ne csapjunk. Oké, okay, veszem is elő a snipert. Így. Ő a leghasznosabb.
Nézi a vizet a koma. Igen, van. Na. Oké. Okay. Leszedjük. Amikor gyakoroltam, én itt buktam le a legtöbbször, mert hogyha ő mögöttük ellövünk, akkor ott van járőröző őr, és ő könnyen kiszúrja a lőszert, hogyha ott csattan. És ugyebár olyankor, amikor a másikat becélzem, akkor van, hogy mellé lövök. Na, 3-2-1 most. Lesz egy őr mindjárt. Elméletek le is fogunk tudni majd innen szépen szedni. Meg is van. Jó, és most befelé indulunk el, mert ott van, aki járőrözik, hogy őt először elkapjuk. Hát, az a kollega most pont pakker a kamera alatt van. Meg fogjuk várni, hogy visszajöjjön. Szépen, és akkor, amikor ide ér, akkor fogjuk majd leszedni. Addig pedig itt tudunk kondizni. Sétál a kollega. Itt megy el pont az épület mögött. Ez befordul? Nem fordul be, jó. Hups. Ezt a kamerát lehet le kéne szedni, nehogy itt észrevegyen nekem valamit. Oké, a biztonság kedvéért. Elmegyünk hátra, leszedjük az összes őrt. Mert hogyha majd lent fogunk robbantani, vagy bármit csinálni, akkor nehogy észrevegyék, hogy mi itt vagyunk. És hát ezek csodamód meghallanak ezt azt. Oké, meg is van. Mehetünk tovább, meg itt is lesz egy őr, meg egy kamera. No igen, azt az őrt viszont hátul kéne kinyírni inkább. Nem pedig itt elől. Mert ott van egy kamera, nehogy rálásson. Oké, az is megvan. Jó. Ha jól látom, összesen két őrünk maradt. Hát tudjátok, hogy megkerüljük bőven a kamerát, nehogy itten észrevegyen. Három őrünk maradt. Abszolút nem vészes. Kettő. Nem, ez csak kettő. Akkor jó, akkor ezek tudom is, hogy melyik kettő lesz. Jobbról fogunk menni, mert egyrészt ott a kulcsunk. Ami kell majd nekünk. Oké. Okay. Jó. Itt most az egyik őr, amelyik közelebb van a térképen, az fölöttem van. Úgyhogy csak erre kell odafigyelni, ő itt lent van. És a fönti őr az picit trükkös, ott majd várni kell, vagy hát érdemes várni. Mert ő majd szépen elindul gyalog. És én itt ezen a sarkon be fogom várni. És amikor ide ér, akkor majd szépen kapja a headit. Van egy pillanat, ameddig megáll, meg megfordul, mert amúgy lejönne ő a lépcsőn. De azt mi nem fogjuk megvárni. Na, leszedtünk mindenkit, a kulcsot nem hoztam el. Na várjátok, visszamegyünk a kulcsért. Azt ott felejtettem még, amikor az elején ott a kocsinál előttük a kerítésen keresztül a komát. Azt elfelejtettem elhozni. Oké, ez megvan. És fönt lesz ugye a másik. Mindig az asztalon van az a másik kulcs, ami az itteni kis bodegákhoz kell. Csak hát ahhoz két fő kell, úgyhogy azt én nem tudom most így kinyitni. És megyünk a gyémántunkért. Hát azért ezt összeszedem. Hát a szükség lenne rá. Jó, illetve van itt plusz, azt hiszem 60-70 ezer. Van itt egy szép. Ezt itt kicsapjuk. Nagyon el lett rejtve. Köszönjük. 96 ezer volt most benne. Ez is random akkor, hogy mennyi van benne. És akkor most jön egy kis hekkelés. Azt hiszem 4 új lenyomatot kell 4-5 perc alatt meghekkelnünk. Elkészíteni. 5 percünk van rá 4 új lenyomatra. Oké. Így. Melyik nem jó még? Ez. Oké. Egy megvan. Ezt meg háromszor meg kell csinálnunk. Úristen, ez nagyon szét van esve. Így. Most hirtelen nem is láttam, hogy az melyik. Így. Ez is megvan. Nice. 2x2. Igazából bőven időben vagyunk. Igen. Ő... Hogy néz ki ez az új lenyomat? Kinek van ilyen új lenyomata? Ez. Na várjunk, itt az alját megcsinálom, mert az kicsit egyszerűbb. Így, és akkor ez oké, ez már csak egy. Milyen hülye új lenyomat, hogy néz ez ki? Jó, és akkor még egy utolsó. Egy-két, ha. Ez a fölötte lévő, ez. Itt kell az alsót belőni majd szépen.
ezt. Itt pedig... ezt, és ezt még oké. És meg is vagyunk. Hát, 1 perc 20. Igazából ez annyira nem rossz idő. Tényleg átülök, srácok, hogy lássátok, hogy mennyi pénzünk van. 96 ezernél tartunk. Bocsánat, ezt elfelejtettem. Na, menjünk. Oké, megérkeztünk. Azért is szedtük le ugye az őröket, hogy ezt lehetőleg ne hallják meg, és ez ne riasszon be. Úgyhogy ez szépen most itt... valaki üvöltött egyet. Meghallottak minket vajon? Nagyon remélem, hogy nem. Oké, és most ezt itt ki fogjuk vágni üvegvágóval. Nem melegedhet túl, ennyi az összvisz. Lényeg. Picit sokáig tart ez a folyamat. Igazából, hogyha így pötyögtetjük a page up-ot, mert ezt a page up-pal kell, tök fura, de... nem tudom, miért arra tettél. Gyerünk, gyerünk, koma, gyerünk, gyerünk! Oké, gyerünk, 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 gyerünk. Meg is vagyunk, nagyon szuper. Vihetjük is a gyémántot, primary target megvan. Oké. Most jók vagyunk. Ideje, lelépünk. Oké, ezt itt szépen meghekkeljük. Oké, szintén egy új lenyomat leolvasás lesz itt. Ugye már kettőt kell 5 perc alatt. Nagyon szuper. Ez pillanatok alatt meg lesz nekünk. Gyerünk, gyerünk. Most kezdek kizúlni, mert még a menekülés is egy... opá, jó buli lesz. Hogy néz ki ennek is az új lenyomata? 1, 2, 3. Oké, ez. És meg is vagyunk. Jó. Na lássuk. 1.400.000-nél tartunk. És még elméletek el tudok tenni egy jó 4 kilót majd kokainból, hogyha minden jól megy. Oké. Várjatok, itt hol mentem ki legutóbb? Jaj, várjatok. Igazából tök mindegy, merre megyünk, csak valahol menjünk ki. Unlock the door. Ja igen, mert megvannak ugyebár a kulcsok. Jó, és akkor most szépen el kell hagynunk a helyet. Na most nekünk ez kéne, ahol bejöttünk. Úgyhogy oda fogunk gyors menni. Oké. Sok őrrel kell itt foglalkoznunk, szerencsére. Igazából vele se nagyon. Itt le tudunk ugrani. Ezt itt megkerülöm. Inkább az a tuti. Szépen körbe megyünk. Itt föl, ugye itt ki tudnánk mászni elméletileg, csak az kéne a grappling hook, amit ugye mi ezzel a módszerrel, hogy ugye ejtőernyővel érkezünk, ugye mi nem szedünk össze, így nem tudjuk megtenni. Oké, szevaszkoma. És kim vagyunk, és ha jól tudom, ez lesz a következő checkpoint, úgyhogy yes. Yes. Igen, el is fogadom, jöhet a menekülés. Gyerünk, koma. Törj ki. Ez is ilyen jól fog menni, mint a bejutás. Jó, vágj oda rá, és akkor haladjunk. Nem? Nem. Másik volt a jelszó. Megoldottuk, az a lényeg. Kezdődhet az izgalmas része ennek az egésznek. Most menekülni fogunk, és az első feladatunk, hogy kijussunk a Vidla udvarából. Ezzel majd fel fognak szállni ezzel a helikopterrel. És ezt én úgy szoktam csinálni, hogy itt elmegyünk szépen balra, az erdőbe. Ezt a komát tök felesleges lelőni, úgyhogy elsétálunk mellette. Jön ott egy kocsi. Megvárjuk majd, hogy szépen elmenjen. És... vagy kilőjük belőle a csávot, és elvisszük a kocsiját. Jó. Én gondoltam, nézem a srácot, ahogy megy, de inkább ez jobb opciónak tűnt. Úgyhogy el kell mennünk a kapuhoz. És a kapunál ugye majd ismét le kell szednünk az őröket, akiket már egyszer leszedtünk. Szépen ki kell jutni. Hát itt kocsikázunk ide bent egy kicsit. Így autóval azért ez egyszerűbb, ez a menekülés. Ezt még egyszer sem próbáltam. Azt nem tudom, hogyha a Volkürt itt szétlőnénk, akkor sikerülhetne azt megoldani, hogy azt például ne keressen majd a későbbiekben minket. Jó, itt meg is állunk biztonságos távolságban. Kint jön egy autó, az minket annyira nem izgat. És hát itt egy triple killt kell letolnunk. Ugyanis itt állnak ketten, illetve egy fánál mögötte még egy srác. Ezeket mind meg kell ölnünk.
úgy, hogy a lövedékünk ugye az ne érje azt, aki ott még hátrébb áll. Úgyhogy egy érdekes sztori lesz itt így. Ezt nagyon gyorsan kell itt megoldani. Valahogy úgy, hogy egy, kettő. Maradj a földön! Ssss! Maradj a földön! Te meg menj tovább a kocsi. Jó, nem vettek észre. Egy pillanatra, hogy elkezdett ez a hangos bemondó izélni. Jó, jók vagyunk. Már ez itt egy macerás lövés volt. Elvisszük a motort. Fel fogsz szállni mindjárt egy helikopterre, hogy itt kimegyünk. Balra fogunk elmenni, és itt a szélén fogunk végigmenni, kikerülve itt a nagy tömegeket. És itt van igen a kokó, ezeket fogjuk megpróbálni elhozni. Ott kell majd tisztítanunk. Közben meg vigyázni, hogy a helikopter ne kapjon el minket, úgyhogy gyahünk. Abban nem megyünk bele. Jó, itt egy őrt mindjárt le kell majd kapni, kérünk ide a szélére. Oké, ezt az őrt ott fent leszedjük. Na. Hát jó. Pont akkor mozdul meg, amikor lövök. Közben jön itt a helikopter. Felszállt a Walker. Hát, igen, ez jó volt így. Igazából összehoztuk. Úgyhogy csapathatjuk, menjünk, menjünk. Jó, szépen elmotorozunk, mellettük ezek nem fognak meglátni. A térképen látjátok, hogy kik azok, akik veszélyt jelenthetnek ránk. Jó, most itt leszállok, és le fogom lőni azt az őrt, aki ott áll lent. Így gond nélkül látunk menni. Hát sajnos a motort azt nem tudom átvinni. Amúgy király lenne, hogyha itt valahogy át lehetne ugratni a motorral, de szerintem nem lehet. Attack boats in the water. Pont mögöttem jön egy vágon. Se gáz. Nem fog minket észrevenni. Jó, és akkor most futunk egy kicsit. A lényeg, hogy megvárjuk egy kicsit, hogy a heli úgy is menjen. Fel fogunk menni erre a hegyre, és ide a belső részre nem érdemes beleesni, mert nem tudom, hogy lehet kijönni. De hogy itt fogunk elmenni, és ezt az őr telepet, vagy hát checkpointot, nem checkpoint, hanem ilyen, hogy mondják ezt, ilyen, az ilyen tökre ilyen határos rész, tehát az, ott elég fixen lehet csak átmenni, hogyha mindenkit kinyír köbben az ember ilyenkor már. Úgyhogy azt teljesen megkerüljük, ez a lényeg, így a dombon keresztül. Nem foglalkozunk, és akkor most futunk egy kicsit. Jó, itt pedig a túloldalt a kapu után leugrunk itten a hegyről. Oké, hát a szó szerint leugrottunk. Na és még itt az őr előtt, aki itt jön mögöttünk, mi szépen elszaladunk. Közben a helikopter már mindjárt a reptérnél tart, és utána, ha jól emlékszem, vissza fog jönni pont arra a telepre, ahova mi is megyünk. Úgyhogy vagy előtte még, vagy pont utána kéne bemenni. Majd ezt mindjárt meglátjuk, hogy lesz rá lehetőségünk. Lesz egy őr ott a toronyban, akit mindenféleképpen ki kell szedni. Elég messzire ellát, és innen jól rálátunk viszont. Szevasz, Poma. Oké. És elkezd beszélni. Tök creepy. Jó, mindenkit kinyírunk, mert robbantanunk kell ugyebár. Ugye le kell majd szednünk a láncot. Úgyhogy akik közel lehetnek, vagy gondot jelenthetnek, azokat mind kinyírjuk. Oké. De csak aki gondot jelenthet, nem kell mindenkit is. Közben jön vissza a helikopter, úgyhogy csipkednünk kell magunkat. Konkrétan azt ott... Oké, jó. Az ott necces volt egy picit. Plusz ott is áll egy srác. Nem látok rá a fejére, de pont most megy el, úgyhogy az jó is lehet. Fus, 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 fus. A kamera meg nyugodtan elkezdhetne fordulni. Az így nagyon jó lesz. Oké. Nagyon szuper. Jó, és most... Most ér ide a helikopter, úgyhogy pont jó a timingunk. Remélem, hogy nem bukunk le, hogy a helikopter nem veszi észre a hullákat, tehát az mindjárt kiderül igazából. Elméletileg látnia kell már az egyiket. Jó, itt van amúgy a kokó bent, de még előtte ki fogok nyírni egy pár embert. Kapásból itt lesz egy srác, aki majd egy motort fog szerelni. Csak azért maradt meg, mert ő van olyan, amikor nem lát semmit. Néha meg lát. Érdekes, nem működik a játék. Néha azt mutatja, hogy látnia, meg azt, hogy abszolút nem. Jó.
Oké, itt hárman lesznek amúgy. Erre nem is emlékeztem, hogy itt hárman vannak, nem baj. Oké, leszedjük a motoros. Nézelődik a helikopter? Ja, nem a helikopter volt, az helikopter már tovább ment. Jó, oké, ott túloldalt van. Oké, az ott megvan. Ez hol jön? Oké, az megvan. Akkor le kell még... Ott hátul is van még őr. Hát ez nagyszerű. Azt is leszedjük. Itt is majd robbantanunk kell. Azokat is leszedjük, akik ott teljesen hátul vannak. Biztos, amit uti. Na most ti hogy látjátok egymást? Ezt látok, ezt le kell csekkolni. Jó, azt ott most senki nem látja. Az ott most megvan. Ez csak egy civil volt, aki most megijedt. És most le kéne szedni azt a kettőt ott. Előbb le kéne szednem Amaszt. Az most nem is ide néz. Akkor jók is vagyunk. Az megvan. Még a túloldalt azt ott leszedjük, aki a... Szerintem picit hangos leszek. Muszáj, muszáj kikapni. Oké, rendítsek. Jó, tiszta a terep. Fullosak vagyunk itt most teljesen. Megyünk és összeszedjük a kukunkat, aztán tiplizünk. Gyerünk, gyerünk, koma, szedd a mancsodat. Na ez brutál jó. És hogy mennyi lesz a vége? Hát azt én már lehet, hogy láttátok, mert lehet ráraktam az indexképre, de én még nem tudom. Úgyhogy csak tippjeim vannak, hogy ilyen 1.800.000 környéke, hogyha minden jól megy. Meglátjuk, meglátjuk. Oké. Okay. Explosív. Katonét. Gyerünk, koma, söpörd le a kukót. Eladjuk a piacon. Oké. Okay. Ez tedd el, tedd el, tedd el, tedd el. Nagyon szuper. Úgy söpört bele. Jézusom, 1.600.000. Oké, okay. Na mennyi lesz a vége? Oké. Okay. Közben jön vissza a helikopter. Jó, hát ezt azért annyira nem fogjuk már megvárni, hogy ő ide érjen. Úgyhogy ezt gyors. Itt lerobbantjuk. Ez is megvan. Hát mondjuk lehet, hogy a lepakolás miatt meg kell várnunk, hogy elmenjen. De inkább várok egy kicsit. És kiviszem a szajrét. Hát azért srácok, ez a helyszt egyedül. És ez mind az enyém ez a pénz. Tehát ebből senkinek nincsen külön részesedése. 1.842.000. Jesus. Az a helyzet, el kéne tiplizni még a heli előtt, de már nem fogok tudni, úgyhogy most várunk egy kicsit, hogy elmenjen. És utána megyünk majd. Azt mondja, hogy tele van a táskánk, ugye két kokainnal pont tele van. Hát itt már nincsenek embereid. Ezt már végtelenül sajnálom, de... Ez a csónak elúszott, koma. Jó, reméljük, hogy ezt a motort megszerelte itt a srác nekünk. És megpróbáljuk megelőzni a helit. Hát ezt nem biztosan ígérem. Ha jön szembe őr, akkor... Sőt, ott fent biztos, hogy lesz egy őr. Aha. Hoppá. Amit nem is látok hirtelen. Hol vagy, koma? Állj meg. Oké, azt kapta. Jó, itt a civilek üvöltöznek csak, amúgy az mindig tökre izé pánikoltat engem is, hogy most mit láttak meg mégis. Jó, megvárjuk, hogy elforduljon itt a kamera. Ott van fent, nem lőjük le, tök felesleges. Igazából úgyis meg kell várnunk a helit, mert most pont ott van, ahol eszképelnünk kell. Hát most lehetne itt oldalt az escape pointunk. Nem tudtam, hogy ezt a két kokót, tehát a hátsó miatt aggódtam, hogy azt nem fogom tudni összeszedni. De mi néz ki, hogy jók vagyunk. Jaj. Na gyerünk, tiplizzünk innen. Ott megy fönt a heli, az minket már nem fog észrevenni. Vakok, te jó ég. Oké. Okay. Van még egy győr. Und. Oké, jók vagyunk. Lesz még ott. Ott egy győr, aha. Ja, meg még itt ez a kettő, akik szintén vakok. Na. Ennyi? Gyerünk, 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 gyerünk. Air Defenser aktív.
Várjatok. Ezt elfelejtettem. Addig nem mehetünk el, ameddig van air defense. Azt pedig ott ki kell kapcsolnunk, úgyhogy... Jogos, még van egy kicsi. Azt hittétek mi, hogy nyertünk. Én is, az a baj. Hopp, hopp. Oké. Okay. Nem buktunk le? Ebben nem buktunk le? Ez komoly? Oké. Okay. Ez megvan. Itt nincs senki, úgyhogy ezt nyomhatjuk. Ugye ezzel oldjuk fel amúgy a segítségeket is, hogyha van support teamünk. Nem tudom, hogy ez sebezze rám, de biztos, ami biztos hátrébb megyek. Na. Hú, még ezt a kapcsolást, ezt meg kell csinálni, ezt annyira nem szeretem. Azt mondja, hogy 65-öt kell összehozni. Ez már sok. Legyen akkor ez egy. 18, 26, ez sok. Oké. Ez pont nem jó, akkor viszont az elsőt nem a 6-hoz, nem is ehhez, hanem ehhez kell kötni, ez 100%. Nem, most rosszhoz kötöttem. A francba. Oké, most akkor ezeket gyors bekötök, pont most kötöttem rosszhoz, hogy mindegyik egyenes volt. Így ehhez, a 9-eshez. Lehet 13 vagy 17, 4 különbség van. Így, ez lesz a jó. Így, oké, megvagyunk. Megvagyunk. Connection successful, oké. Nice, megvan az air defense. Ezt nem is tudom, hogy hogy mehetettem úgy ki a fejemből. Na most már tényleg elmehetünk, ugye? Ideje tiplizni. Ideje tiplizni, srácok. Még itt is lenne egy kis kokó, de hát ugye többet egyedül nem tudok kivinni. Tök jó lenne, hogyha le lehetne rakni a táskát. Erre még nem tudjuk, hogy van opció. Tehát én bepakolnám, aztán itt még itt ki lehet pakolni egy kis füvet, meg két adag kokót. Én ezt itt egyedül simán elviszem. De sajnos erre nem nagyon van lehetőség. Úgyhogy srácok, Silent and Sneaky. Nem mondott komolyan? Nem mondott komolyan? Ne. Majdnem elrontotta a Silent and Sneaky questemet a koma. Láttátok, hogy bejött? Már mondom, kimondtam, ha mondom, felszállok, ez tuti észrevesz. De így na. Jó. Jók vagyunk. Annyi, hogy felszállok és kész, vége? Jól emlékszem, igen. Adios, amigos. Hát, nem tudom, aki azt mondja, hogy erre a helyszről, hogy szerintem nem lett jó, én azzal nem értek egyet, gyerekek, ez rohadt jó ez a helyszt. Hát ezt így egyedül meg lehet csinálni. Csukd már be az ajtót. Hát itt, ha bejön a szél, kiviszi a milliókat. Jó, hát azért egy kicsit távolra kellett elrepülni, de meg vagyunk. Azt a mindenit. Na hát itt jön a kis videó, és ugyebár most a gyémántot hoztuk ki, a pink gyémántot. Itt a szajrékoma. Köszi a lóvét. See you next time. Lássuk az összegzést. Nem sikerült elsőre a világban. Volt, hogy lebukta. Úristen, én lettem a platinum? Hát ezt el sem hiszem. Ugye a 4 millió 6 az összes loot, ami a szigeten található. Actual take 1 millió 7. Nem lett ez picit több? Nem volt ez picit több, koma? Nem 1 millió 8 volt. Hát valaki itten levette a százalékokat. Lehet, hogy valamiért fizetni kellett. Mindegy. 1 millió 7, srácok. Azért ez brutál jó. És itt nem kell esetleg randomokkal menni. Csak a minimadradzót kell elviselni, és lehet csapatni az egészet. Hát ez király. Úgyhogy srácok, hát nagyon szépen köszönöm, hogyha megnéztétek ezt a videót. Igen, itt is írja a dolgokat. Érdekes, szerintem... Ja, Pavelnek van egy kis költsége, az a 40 ezer. Az jött le, például, ott például az volt költség, meg lehet, hogy volt még valami. Mert picit több még az kevés, de biztos volt valami költség. Srácok, a komment szekcióban, hogyha van bármi kérdésetek, nyugodtan írjátok le. Nem mondom, hogy ez a legtökéletesebb, és hogy ez a maximális loot, ami kihozható egyedül. Egyelőre én ezt az egyet ismerem. Going alone. Kaptam még plusz 100 ezeret. Ott az 1 millió 8. Így már meg is van. Szóval én ezt az egy módot
tapasztaltam így első körben ki, a későbbiekben még fogunk foglalkozni ezzel a helyszel, fogjuk nyomni többen, amúgy ketten is igen jó mennyiségű pénzt ki lehet hozni, főleg mivel ott már ugye lehet mind a ketten aranyat hozni, mert attól függ ugye a hossznak mennyire éri meg, hogy hány százalékot ad a társainak. Nagyon szépen köszönöm, hogyha velem tartottatok, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, illetve hogy szeretétek és még nem tettetek, meg iratkozzatok fel, én Starkoltam, jók lehetek, sziasztok!